Igazából, hogyha te segítesz másoknak, okay. és te nyitsz más emberek felé, akkor az a legszebb az egészben, hogy sokkal kevésbé foglalkozol a saját problémáiddal. Okay. Tehát gyakorlatilag ez egy terápiaként is működik, amikor valaki másoknak segít, és másokon van a figyelem, és gyakorlatilag ez az együttérzés, amit te érzel magadba, vagy szeretet nevezzük úgy, mert végül is ez az a közösséged iránt, vagy a csapatod iránt, vagy a klubtagjaid iránt, akkor már nem te vagy a középpontban, hanem az, hogy te hogyan segíthetsz nekik. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dalos Zoltán vagyok, és köszöntünk titeket a következő üzlet és utazás interjúban. A mai vendégem ismét Pirner Alma lesz, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Én is, köszönöm szépen, sziasztok! Ugye azt érdemes tudnotok, hogy ha még nem láthatok esetleg az előző interjúnkat, előző beszélgetésünket, mindenképp érdemes megnézni. Az egy ilyen majdnem másfél éve volt, akkoriban találkoztunk először, és beszélgetünk Almának a az üzleti klubjáról, a bizniszeiről, a önfejlesztésről, és nagyon sok témát érintettünk, viszont azóta már együtt is dolgozunk, és azt gondolom, hogy most már még jobban ismerjük egymást ahhoz, hogy tényleg egy, egy nagyon jó beszélgetés kifizetőbből szerintem kerekedni. Úgyhogy örülök, hogy, örülök, hogy itt vagy. Hát köszönöm szépen, és remélem mondhatom azt, hogy barátok is lettünk Abszolút. ez alatt, a másfél év alatt, mert tényleg üzletileg is több dologban együttműködünk, illetve olyan hihetetlen, hogy másfél év alatt ennyi minden tud történni az emberrel, amennyi, amennyi mondjuk velem történt, vagy ami a céggel történt. Sokkal, sokkal hosszabb időnek tűnt ez az egész. Így van, és így, hogy már, már tényleg belelátunk a, a kulisszák mögé is, és látjuk azt, hogy tényleg mennyire Mennyire tudatosan felépített rendszer van -e mögött, az egész brand mögött, amit, amit építesz az abszolút libum mögött. Szerintem kezdjük -e ezzel, hogy, hogy egyrészt honnan jön ez a, ez a nagyon túl tudatosság és, és fegyelem, ami, amivel építed a, építed a bizniszed, mert szerintem tényleg nagyon, nagyon példaértékű, amit, amit így láttunk így házon belül. Van ebben egy nyilván egy személyiségbeli dolog is, hogy alapvetően azért nekem milyen a személyiségem, én nagyon szeretek rendszerben gondolkodni, és nagyon szeretek egyébként sok mindent kézben is tartani. Nem mondom, hogy kontrollmániás vagyok, meg azt sem, hogy maximalista, mert ex-kontrollmániás vagyok és ex-maximalista, tehát ezen már túl vagyok. Viszont uh, igazából ez egy idő és költséghatékony dolog is, hogy az ember tud így működni és gondolkodni, mert ugye egy kis céget vezetek, viszont ahhoz képest nagyon sok mindent csinálunk. Nagyon sok mindent csinálok napi szinten, sok mindennel foglalkozom, sok lábon állunk és emiatt nagyon kell az, hogy az ember ilyen szinten vonalasan tudjon gondolkodni, tudatosan tudjon hozzáállni az időhöz, a, a partnereihez és minden máshoz, mert különben összeomlik minden, és negyed annyit tudnék megcsinálni egy nap alatt. És ez, hogy ilyen sok tányért förgetsz is, ez, ez nem fog vissza, vagy ez hogy tudod ennyire így menedzselni ennyire, ennyire jól, mert én azt látom, hogy Ugye van ez a shiny object, vagy csillogó kis kavics szindróma, hogy így mindig meglát az ember valami kis csillogó tárgyat, és hogy megnézi, kipróbálja, és ugye ezek az üzleti lehetőségek, hogy, ahogy jönnek velünk szembe, hogy, hogy neked ez hogy alakult, hogy nem túl sok még ez a, ez a terület, mert tudom, hogy ugye új dolgokba gondolkozol még, hogy hogy látod át ezt az egész rendszert. Van egy mentorom, akivel most már több éve együtt dolgozom, és ő mindig azt szokta nekem mondani, hogy Alma, veled nem arról kell beszélni, hogy mi az, amit kellene csinálni, hanem arról, hogy mi az, amit ne csinálj. Most éppen, mert állandóan mondom neki teljes lelkesedésre, hogy ezt is kitaláltam, ah, de ez is de jó, ne? és akkor mindig mondja, hogy rendben, rakd fel a táblára, a listára, van egy nagy flipchartom, és rakjuk időrendbe ezeket a dolgokat, nem kell semmiről se lemondani, csak mondjuk lehet, hogy a legaljára kerül éppen az adott ötlet, és amikor majd ugye fölszabadulnak helyek az elején azon a bizonyos listán, akkor fog tudni megvalósítani az ötleteimet. Azért az idő egyébként nekem ilyen szempontból teljes mértékben szubjektív dolog, mert én, én tudom, hogy ezt szeretném csinálni egész életemben. És onnantól kezdve, hogyha megtalálod a saját utadat, a saját önkifejezésedet a hivatásodban, és tudod azt, hogy te akkor is ugyanezt csinálnád, ha ezért nem fizetnének, vagy hogyha már annyi pénzed lesz, hogy nem azért kell dolgozzál, hogy mondjuk napi szinten fedezd a te életviteledet, vagy a sárga csekkeket fizessed, akkor is ezt csinálnád. Lehet, hogy kicsit kevesebb dolgoznál, vagy más módon, de gyakorlatilag ugyanezt csinálnád, akkor az idő illúzióvá válik. És gyakorlatilag ez az a pont, amikor már mindegy az, hogy én ezt holnapra fogom megcsinálni, egy hónap múlva, vagy egy év múlva. A lényeg az, hogy megyek az úton, és majd amikor oda jutok éppen ahhoz a mérföldkőhöz, akkor megvalósítom azt, a, azt, az adott dolgot. Én mindig önmagamtól inspirálódom. Tehát én figyelem egyébként a versenytársakat, ha lehet ilyet mondani, meg ilyen konkurencia figyelést nyilván ilyet mindenki csinál. Nagyon nagy igazság az, hogy az igazán jó én márkának nincsen versenytársa. Ott önmagadat kell kiteljesíteni, önmagadat kell felvállalni, és ami téged foglalkoztat, azt kell megosztani az emberekkel, vagy a problémák, amiket te megoldottál, abban kell segíteni más embereknek. Ez egy nagyon egyszerű képlet egyébként, hogy az ember honnan szerzi az inspirációt, az élet az inspiráció. Abszolút, meg ugye lehet, hogy a saját utad járod, de azért elég, elég, komoly sebességgel mész ezen az úton. Ugye most itt nagy, nagyjából év elején vagyunk, és ugye látjuk, vagy együtt raktuk össze, vagy látjuk mi is azt, az éves kampánynaptárat, ami szerint működsz, és hogy, hogy tényleg egyrészt elképesztő az a tudatosság, ami, ami benne van. Kettő meg, hogy ahogy a logikai felépítése megvan az egésznek, mi mi után következik, mi miért van, mi mire hat, hogy egy kicsit arról, hogy ez az éves tervet hogy néz ki? És hogy főleg így ugye évelején évtervezés, ugye beszéltünk a korábbi beszélgetésben, azt is belinkeljük, majd beszéltünk a, a year hogy te is, ti is ugye ezzel szoktatok tervezni, de hogy neked, hogy néz ki egy éved mondjuk, és mikkel foglalkozol az évnek különböző szakaszaival? Van egy éves kampánynaptárom, ugye ezt évkörnek nevezzük, ugye mint online vállalkozás, ez úgy néz ki, hogy tudom pontosan azt, hogy melyik hónapban, vagy melyik évszakban, vagy melyik ünnephez kötődően mi az, amit én el szeretnék adni, mivel foglalkozom. Ez lehet akár egy rendezvény, ha éppen lehet rendezvényt csinálni, egy tábor, lehet egy online kampány, nagyon nagy, ami több hónap előkészület, lehet egy kisebb dolog, és ami dolgok bejöttek, én nagyon hiszek abban, hogy járutat a járatlanért el ne hagyjuk. Tehát nagyon szexi, meg vonzó az, hogyha bejönnek Ilyen új dolgok, De hogyha vannak működő kampányaink, amivel viszonylag nagy árbevételre tehetünk szert, biztonságosan, kevesebb kockázatvállalással, mert már mondjuk több évet csináljuk, akkor mindig az legyen az alapja az évnek. Tehát én fogom ezt az éves tervezőt, ami ott van az irodámban, és fizikailag beleírogatom azokat a dolgokat, kint a, falon kint a falon így van, és beleírogatom azokat a dolgokat, amik ugye fixek abban az évben, kihúzom azokat a napokat, tudom, hogy mikor van az előkészület, mikorra kell kész lenni ennek, mikor indul ennek az egésznek a promó mikor van a csatlakozás, mikor van a zárás, és nagyon hiszek abban, hogy ne tegyük ezeket a programokat folyamatosan elérhetővé az évben, mert elveszti azt a fajta vonzerejét, hogyha nincsen időnyomás az embereken, hogy csak bizonyos időközönként tudnak csatlakozni. És akkor vannak nagyobb kampányok, vannak kisebb kampányok nyárhoz kapcsolódó nőnap, Valentin nap, egyebek, és ez adja gyakorlatilag a vázát ennek az egésznek. És ezt kötöm én össze a közösségi média kommunikációmmal. Tehát amikor például most pont egy adott példát hozok, mondjuk egy fitness programot promózok, ami mondjuk egy három hónapos életmódváltó program, nekem ilyen a bikini body kihívás, amit ugye négy éve rendezünk meg, ez lesz a negyedik év, akkor én abban az időszakban a közösségi médiában csak ilyen témákban posztolok. Az nem azt jelenti, hogy csak promóciós posztokat rakok föl. És mennyire tudatos ennek a két területnek a, a szétválasztása, így a magánélet, üzlet, mennyire engedsz betekintést a, a családi életetekben? Szerintem ez teljesen tudatos, itt meg kell találni az arany középutat. Szerintem nem jó a túl sok privát tartalom sem, privát content sem, főleg akkor, hogyha üzletre használjuk az oldalt, ez fontos különbség, hogy itt most arról beszélünk, ha valaki én márkát épít, és nyilván itt van egy egyensúly, hogy ne csak a promót az oldalunkon, de ne csak a magánéleti dolgokat, hanem ennek egy, egy egységes arculata legyen gyakorlatilag, egy olyan egyveleg, amiben azért van szórakoztató tartalom is, edukáló tartalom is, és semmiképpen nem unalmas. Abszolút. Meg még tényleg egy kis visszajelzés, hogy nekem nagyon-nagyon nagy inspirációt jelentett ez az éves kampányterv, amit láttam nálad. Ugye gyorsan is átültettem a, 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 a saját, saját területemre is. Mert ugye ugyanez a idézőjelben problémám, hogy ugye nagyon sok tányért pörgetek, sok terület van, ezek összefüggenek, könyv, képzések, céges ügyfelek, a saját kommunikáció, és hogy ez hogy illik össze. És tényleg az, hogy mik azok a, azok a kampányidőszakok, amikor egy terméknek szezonja van, mondjuk egy könyvnek ott a karácsony előtti, meg Black Friday időszak, Igen. az nagyon erős általában. Vagy mondjuk a születésnapom, az nyár elején van, hogy arra mit lehet ráhúzni, tehát hogy én is azt gondolom, hogy mindig időszaknak van egy ilyen tök jó hulláma, amit amit ugye meg lehet logolni. És hogy, hogy is néz ki most az Absolutely Woman brand, ugye mi tartozik bele, hogyha megnézzük ezt az éves tervet akár, mikor mi történik és ugye milyen területei vannak most a, a tevékenységednek? Gyakorlatilag három nagy nyitásom van, három nagy C.S. kampányom van egy évben, ami, ami, tényleg nagyon nagy erőfeszítést és figyelmet igényel. Ebből kettő ugye a klubnyitás, uh -huh. ugye az előfizetői rendszeremnek a nyitása, ami egy két-három hetes kampány, egy sokkal hosszabb előkészülettel. Az egyik az tavasszal, a másik pedig ősszel van. Van még egy nagyon nagy kampány, ez ugye a Bikini Buddy kihívás, a három hónapos életmódváltó program és kihívás, ami márciusban indul, június 1 tart, viszont ennek már decemberben elkezdjük a promócióját, az ingyenes felvezetését, és aztán ugye nyilván ebből fognak majd kialakulni a résztvevők, és akkor ilyenkor szoktuk megnézni, de ne legyen átfedés sem, legyen egy pici szünet is mindig a kampányok után, hogy mi fér még esetleg extraként. Hm. És akkor ilyenkor jön ugye a nyár, ahol például holiday workout kampányok vannak, hogyan edz nyaralás alatt, nyújtás kampányok vannak, ami kifejezetten nyár specifikus, vagy akár lehet, hogy belefér egy Valentin napi kampány, ami egyébként idejében pont csak egynapos volt, és csak a zárcsatornámon lett meghirdetve, mert pont akkor ment a Bikémádinak a kampánya, uh -huh. és nem akartam ugye, uh -huh. hogy, hogy ugye elveszem a figyelem, mert az nagyon nagy hiba, amikor több dolgot akarunk promózni Absolut. egyszer, és azt mondtam, hogy lányok, 24 óráig elérhető ez a tréning megnyitottam, és akkor onnan is jött egy csomó vásárló igazából a zárt térben. És akkor amikor ezek megvannak, általában ehhez kapcsolódnak a rendezvények amikor nyilván lehet egy, egy évelején például egy évtervező, vagy egy time management rendezvény, akár online, akár offline, ugye helyzettől függ, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni. Nyáron lehet egy tábor például, össze lehet valami önfejlesztő, önbizalommal kapcsolatos dolog, ami ugye nyilván inkább az őszi időszakra tehető, mikor az emberek szeretnek egy kicsit jobban befele fordulni, már ugye nem süt a nap olyan sokáig, hamarabb van sötét, ráhangolódnak egy kicsit önmagukra, illetve az ünnepekre, és akkor ezeket szépen meg lehet lovagolni, és gyakorlatilag ezekhez az akár ünnepekhez, akár időszakokhoz lehet kötni az online és offline dolgokat egyaránt. És persze vannak azok a klasszikus szélszfanelek, ezt uh -huh. mindenki érteni fogja, hiszen aki ugye nézi ezt a videót, az, az nyilván szintén vállalkozó vagy érdeklődik az, az ilyesmi iránt, ami ugye önműködő mechanizmusok gyakorlatilag a weboldalon, több töltsér, uh -huh. ami arról szól, hogy hogyan juttatjuk el egy ingyenes termékből a vásárlót esetleg vásárlóvá, vagy esetleg előfizetővé, mint klubtag illetve a személyes konzultációim vannak még, amire ugye lehet hozzám jönni. Ebből nekem nagyon limitált az időm, mert én meghúztam egy egy határvonalat, hogy ott mi az, amit be tudok vállalni, csak két napot tartok konzultációkat, és maximum három emberrel foglalkozom egy nap. Ennek az az oka, mert sokkal többen jönnének, viszont nekem ez a legfárasztóbb. Uh -huh. Tehát igazából, ha valaki azt kérdezné, hogy mi a legfárasztóbb az én munkámban, akkor azt mondanám, hogy az egyéni az konzultációk. Abszolub, így abszolub. van. Én szeretek nagyon sokat adni az embereknek az a vicces az egészben, hogy rengetegszer megkeresnek hölgyek, akik hasonló vállalkozást akarnak fölépíteni, mint az enyém. Uh -huh. És szemreben is nélkül segítek nekik. Uh -huh. Tehát soha nem mondom azt, hogy figyelj, ne gyere hozzám, mert úgy érzem, hogy a konkurencia vagy. vagy figyelj. azt mondom, hogy persze, hát kihez jönné, ha nem hozzám, aki már ezt megcsinálta. És mondjuk azt Abszett. mondom neki, hogy persze, mert én, én nem vagyok rá így féltékeny, őtőlem tanulni szeretne, tudom, hogy az én márkának nincsen konkurenciája, ha Igen. jó az az én márka, és inkább a saját kiteljesedését segítem, mint azt gondolom, hogy hú, majd akkor az én tudásomat elviszi, meg majd nekem attól rosszabb lesz. Nekem soha nincsenek ilyen hátsó gondolataim, hanem mindig úgy átadom azt, amit szeretnék, és ez nagyon sok energiát elvesz. És tudom azt, hogy három embernél többre nem tudnék úgy figyelni. Amikor konzikat tartok, akkor aznap például már semmit nem vállalok be, mert délután négyre totál leold az agyam, mert annyira kell figyelni. És, és ez is például hogy egy fontos dolog, hogy tudjuk, hogy hol a határ offline és online között, tudjuk, hogy hol a határ csoportos és egyéni között, tudjuk, hogy hol a határ én idő, egészség és munka között, mert ezek lesznek a, gyakorlatilag a buktatói annak, hogy te mennyi ideig tudsz sikeres lenni, és mennyi ideig tudsz rohanni az erdőbe bekötött szemmel, mert hogyha nem pihensz, nincs meg az a fajta harmónia háttér az életedben, egy jó csapat például, akkor ott nagyon könnyen borulni tud az egész történet, és egy kis cégnél pedig ez a végét is jelentheti ennek a kis cégnek az emberi tényező. Hogyha ugye minden az én hátamon van, és mondjuk velem valami történik, akkor ott mondjuk lehet, hogy vége 5-10 év munkájának. És ez meg egy nagyon szomorú dolog, mert én azt veszem észre, hogy ezért a kisvállalatokat, kis vállalatokat, kis azok az emberek szívvel, lélekkel csinálják. Az nem egy multi. És az olyan, mintha gyerekedet vesztenéd el kis túlzással, hogyha mondjuk valamiért azt kell mondani, akár egy válság, vagy bármi, hogy oké, okay, akkor most ezt el kell engednem. Az azért mindig ott lesz benned, hogy ez egy fájó tényező, és ezeket ki lehetne nagyon sok esetben, hogyha azt mondanám, hogy az időről másképp gondolkodom, az idő csak egy illúzió, célba kell érjünk, de nem az a lényeg, hogy milyen gyorsan, hanem az a lényeg, hogy elérjük azt a célt, és inkább lassítok a tempón, picit hátradörök, elmegyek nyaralni, alszok 8-10 órát, kipihenem magam, és aztán teljesítek, mert akkor sokkal rövidebb idő alatt sokkal többet tudok csinálni, mint hogyha félgőzzel megyek, és tényleg 8 órát dolgozom, de 2 óra a produktum. Akkor mi értelme? Na, hát pont ez a tudatosság, amire, amire utaltam, kérdés, nézzük, hogy szerintem ezt tekerjétek vissza, és nézzétek meg még ezt a blokkot egy párszor, és, és tényleg inspirálódjatok belőle, mert tényleg egy, egy követendő példa. Na és ha már út és cél, ami felé tartasz, hol látod ezt 5-10 év múlva, hova, hova tartasz, mi a, mi a célod ezzel az egész misszióval, küldetéssel, az üzlettel? Egyértelmű célom az, hogy szeretnék egy nemzetközi céget, és hogy szeretném az Absolutely Woman nemzetközi porondra vinni. Eleinte valószínűleg csak egy-két országot megcélozva, később pedig vagyok annyira nagyképű, hogy ez az, hogy azt mondom, hogy szeretném, hogy ez egy világhírű cég legyen. Nekem rengeteg időm van, én még simán 30-40 évet eldolgozgatok ebbe a bizniszbe, remélhetőleg az egészségem is ezt szolgálni fog, és mindent meg is teszek, hogy ez, ez így legyen. És én nagyon szeretném, hogyha minden nőhöz eljuthatna, akinek erre, aminek erre szüksége van gyakorlatilag. Tehát azt szeretném, hogyha ne, le, ne legyenek határok, ne legyen az ország a határ, ne legyen a nyelv például egy korlát, hanem hogyha valaki azt érzi, hogy én tudom őt inspirálni, én tudom őt segíteni, akkor akkor simán ez működhessen, és szerencsére az online térben ilyen problémák nincsenek, úgyhogy ez hamarosan meg is fog valósulni egyébként a közeljövőben, hogy hogy már nemzetközi szintre lépünk, és hatalmas türelemmel és szakmai alázattal, mert talán ez a kulcs, tehát ott, ott nem lehet már annyira rohanni, mert több a verseny nem annyira ismerjük a piacot, de van időm. És tudod, mi lesz a következő kérdésem? A múltkori beszélgetésünkben beszéltünk arról, hogy mi a cél a célja. Ugye, mint mágikus kérdés, hogy mi a nagy cég, nemzetközi cég, és hogy miért motivál ez ennyire. Az én misszióm az, hogy hogy felemeljem a nőket, és uh -huh. gyakorlatilag amennyire lehet minden támogatást megadva, akár a szakértőim által, uh -huh. mert nyilván nem mindenhez én értek, nem egyedül vagyok ebben az egész Absolut Libumen közösségben, akár én általam, ők boldogabbak lehessenek. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag nekem a boldog nők, és ezáltal a boldog családok lenne a célom. Én nagyon konzervatívan gondolkodom a családról, nekem nagyon-nagyon fontos a család, a gyermek, az, hogy azért, azért képviseljünk uh -huh. valami egységet, a párkapcsolatokat, a monogámia, tehát most nem akarlak ilyenekkel untatni, de én azt gondolom, hogy valahol a nő a mozgatórugója nagyon sok mindennek, a nő tényleg zsonglőrként próbál a szerepeik között is egyensúlyozni, illetve életben tartani azt a kapcsolatot, azt az otthont, gondoskodni a gyermekről, a férről, egészségügyi helyzetek. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, amikor a nőn van azért a nyomás és a felelősség. És én azt gondolom, hogy ha a nőket sikerül jó állapotba hozni, önbizalommal telivé, nyugodtá, tényleg királynői magasságba emelni, őket, ezt nem tudom máshogy mondani, akkor boldogabbak lesznek a párkapcsolatok, a családok, és szerintem ezáltal jobb lesz a világ. Tehát ez hmm. lehet, ezt hogy szirupos szépen. misszió. Nem, ez, szerintem ez nagyon fontos, hogy De... vagy mi áll az a, az a hajtóerő. Ugye Igen. pont erről beszélgetünk a múltkor, hogy a, tényleg akár itt egy miértekben folyamatosan ásunk lejjebb, akkor ugye jön fel az a, az a valódi hajtóerő, ami ugye ezt a hosszú, táv, hosszú távot meg tudja adni, és hogy Kitartást tud adni elég, elég hosszú ideig. Így van. Ameddig nekem lesz mondani valóm, addig beszélni fogok. Viszont, hogyha esetleg nem lesz már mondani uh -huh. valóm, vagy olyan élethelyzetben leszek, hogy most nem tudok éppen beszélni, mert olyan a állapotom, uh -huh. hogy hogy nem vagyok képes arra, mert ez is előfordulat, tiszteletbe kell tartani saját magunkat, hogy ez most nem az az uh -huh. időszak, akkor valószínűleg egy picit hátra fogok lépni. És én nagyon hiszek a csapatban abban, hogy minél jobb szakértőket gyűjtsek magam köré. Én is fölnézek ezekre a szakértőkre, egymást támogatjuk. Lehet, hogy valaki nem Miattam fog jönni ebbe a klubba, külföldön is fogok szakértőket keresni, annak az országnak a szakértőjét, aki hiteles az ottani nők számára. Tehát nekem nincs ilyen jellegű. Szereplési egy egy így van, egy van, van. Tehát talán az a legjobb szó, hogy itt az én márkámat építem, viszont külföldön a brandet szeretném okay. építeni, mert, mert az ad majd egy olyan egységet, ami, ami gyakorlatilag tovább tudja vinni ezt az egész céget. És ha már tagság, meg előfizetés, meg közösség. Kicsit mes mesélsz a, a, a te rendszeredről, a te klubodról, hogy hogy jött, hogy hogy épülgetett így lépésről lépésre, és hogy, hogy mit látsz, hogy mi, mi az, amiért leginkább csatlakoznak az emberek egy ilyen közösséghez, mit, mit, mit keresnek és mit találnak ott meg. Én azt gondolom, hogy az ember abszolút egy társas lény, és ugye a mai rohanó világban, amit én látok, az, hogy nagyon kevésszer tudnak az emberek igazán kötődni, nagyon kevés megértés van a világban, nagyon kevés olyan párbeszéd, amikor valóban őszintén meghallgatják a másikat, és esetleg irányított kérdéseket tesznek föl, de nem ítélkeznek mondjuk. Nagyon sokszor az emberek magányosak, lehet, hogy egy házasságban is, egy kapcsolatban is, vagy éppen egy társaságban. És szerintem ezek az előfizetői klubok, legyen szó akár szakmai dolgokról, akár más önfejlesztő, Típusú klubokról. Ezt adják, hogy úgy érzem, hogy nem vagyok egyedül, úgy érzem, hogy másnak is vannak ilyen uh -huh. problémái, más is megoldott már ilyen élethelyzeteket, úgy érzem azt, hogy mégsem nagy az én problémám, mert uh -huh. ugye ez is bejön, hogy vannak önök, akinek ennél sokkal nagyobb, Abszolv. és akkor annak a fényében már én is másképp tekintek saját magamra. És gyakorlatilag az a lényeg az egésznek, hogy önmagam lehetek, mert igazából minden ember szeretne önmaga lenni, csak ez az uh -huh. kell, hogy az ember biztonságban érezze magát. Az ember ugye egyértelműen a biztonságra törekszik. A férfi és a nő egyaránt a nők még inkább egyébként anyagi biztonságra, érzelmi biztonságra, fizikai biztonságra. És egy olyan közösség, ami ezt a biztonságot meg tudja adni, ott tud az ember igazán fejlődni. Amikor nem érzi magát valaki biztonságba, akkor ez a Maszló piramis legalján lévő fok, és akkor ő azért fog küzdeni, hogy ezt a biztonságérzetet elérje. Amikor ez megvan, és egyre följebb tud lépkedni, akkor tud energiákat tenni az önfejlesztésbe, abból, hogy kiteljesedjen a kreativitásba, vagy hogy egyáltalán föltegye azt a kérés, hogy én mit tudok adni a világnak. Mert a legtöbb ember ugye csak el akar venni a világból, mi az, amit én kaphatok. Uh -huh. És nem teszi fel azt a kérés, hogy én ma mit tehetek a világért, vagy mit tehetek mondjuk más emberekért, és ez nem kell gurunak lenni, meg kócsnak, meg szakértőnek, de ne, ne bonyolítsuk ennyire. Egy teljesen hétköznapi átlagember, egy tök civil foglalkozással is csomó mindent tud tenni a, a, a világért, egy mosolyal, kedvességgel, megértéssel, és még sorolhatnám. Tehát szerintem ez az előfizetői rendszereknek az ereje hogy egy folyamatos támogatás, egy folyamatos kapcsolódás, egy folyamatos uh, szupport. És egyébként szokták mondani, ezt nem is tudom, hogy hol olvastam vagy hallottam, hogy ugye elvágják a köldögzsinort, mikor megszületünk, és aztán az ember egész életében arra vár, hogy valahova ezt a köldögzsinort bedughassa. <laughs> és ez tényleg így van egyébként, tehát az, hogy kihez tudok kapcsolódni, aki hasonló, mint én, és azt érzem, hogy hú de jó, mert most leltem egy olyan barátra, leltem egy olyan szakértőre, aki, aki tényleg úgy érzem, hogy ez már több, mint egy munkakapcsolat. És akkor az, az teszi az embert, hogy hasonló. Mint én. Hm. És hogy hatott itt a, akár a klub tagságra, vagy a, vagy, a tagon, vagy a klubon belüli tagokra, vagy a kapcsolódása ezzel múlt egy éves válság, tehát hogy ez felerősítette és még fontosabb lett, vagy hogy nehezebben köteleződtek el az emberek. Tehát, hogy hatott ez a válság most erre, erre a közösségre, ez hogy látod? Teljes mértékben pozitívan. Uh -huh. Tehát nagyon nagy szerencse volt, pont akkor nyitottam a klubot. Még nagyobb igény van rá korábban. Így van. Így van. Uh -huh. Amikor ugye bejött ez az egész, ez egy március volt, ugye azt tudjuk, áprilisban nyitottam a klubot, és ott volt bennem az a nagy kérdés, rengeteg uh -huh. szakértővel beszéltem, hogy vajon milyen lesz a kimenetel a kampánynak. És mindenki azt mondta, hogy figyelj, a ma 50-50. Uh -huh. Vagy nagyon jó lesz, vagy senki nem fog jönni. És azt mondtam, hogy persze próbáljuk meg, miért is, nem minden elő van készítve, vesztenivalóm nincsen, és nagyon bejött a dolog. Tehát, Jöttek az emberek, jöttek a nők, nagyon kellett a kapcsolódást, nagyon kellett az, hogy valaki tartsa bennük a lelket. Uh -huh. És egyébként én dolgoztam is velük nagyon sokat, felajánlottam a klubtagoknak azt, hogy segély szolgálatot tartok, és gyakorlatilag ingyen fölhívhattak engem, nem kellett fizetni semmilyen konzultációs uh -huh. díjat, és beszélhettek velem mindannyian egyszer, telefonon vagy Skype-on, hogyha azt érezték, uh -huh. hogy nagyon-nagyon mély ponton vannak, senki nem ért vele vissza. Tehát uh -huh. semmilyen témában nem hívtak engem, ami arról szólt volna, hogy de jó, hívhatom a Pirneralmát, csacsogjuk, tehát tényleg igazi nőkről van szó, akik azért nagyon komoly értékekkel rendelkeznek, de amikor hívtak, akkor nagy volt a baj. Uh -huh. És akkor viszont nagyon sokat tudtam azzal segíteni, hogy egy kicsit beszélgettem velük, meghallgattam őket, nem az volt, hogy nem panaszkodhattak, vagy hogy én is panaszkodtam, mint amikor két barát beszélget, és akkor kinek rosszabb, tudod, Igen. nézzük meg, hogy én hogyan tudom felülülbenelni a tesztoridat. És, ez is ezt a köteléket erősítette, amikor volt lehetőségünk, találkoztunk személyesen, vagy tartottunk egy olyan online meetinget, ahol láttuk egymást, és és nagyon sok embernek ez, ez kapaszkodó volt, nekem pedig egy terápia. Tehát hmm. ez a lényeg az egésznek, hogy amikor... amikor is te, is indult. most már két több mint két éves, ugye? 2019. októberében indult. Kok? Még nem kérdezem, a másfél évig. Igen, igen, így van, igen, másfél igen. év, és igazából. Hogyha te segítesz másoknak, uh -huh. és te nyitsz más emberek felé, akkor az a legszebb az egészben, hogy sokkal kevésbé foglalkozol a saját problémáiddal. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag ez egy terápiaként is működik, amikor valaki másoknak segít, és másokon van a figyelem, és gyakorlatilag ez az együttérzés, amit te érzel magadba, vagy szeretet nevezzük, úgy, mert végül is ez az az, uh -huh. a közösséged iránt, vagy a csapatod iránt, vagy a klubtagjaid iránt, akkor uh, már nem te vagy a középpontban, hanem az, hogy te hogyan segíthetsz nekik, és nyilván ez téged is épít, hiszen ugyanúgy nekem is vannak problémák. Problémái. Mindenkinek van a problémái a saját szintjén. De ha Csak... hogy te megoldod az övét, a tiéd is részben megoldod. Így, így van, mert előre látom a saját hm. életemet teljesen más fényben hogy ugye szegény tényleg milyen rossz helyzetben van ahhoz Más képest én, így, abszolút, pontosan abszolút, abszolút, az összehasonlítás abszolút. aránya. Illetve nyilván inspirálódom azoktól viszont, akik mondjuk valamit jobban csinálnak, mint én, vagy valamiben jobbak, mint hmm. én, én egy nagyon kíváncsi ember vagyok, és én mindig ilyen gyereki kíváncsisággal nézem, hmm. hogy ezt hogyan lehetett létrehozni, hogy lehetett ezt megcsinálni, ez számomra nagyon-nagyon izgalmas és soha nem irítség vagy féltékenység, ami engem motivál, vagy követi, hogy jaj, hú, most akkor ő neki miért jelentkeztek kétszázal többen a kampányára, hanem az, hogy hogyan csinálhatta, hogy 200 és akkor megfigyelem, hogy mi történt, elemzem ezeket a dolgokat, mert... Ezzel a pozitív hozzáállással tudod szerintem a saját életedet is előrébb vinni, és hát rengeteg ismerettségre meg barátságra szert tenni, hiszen nézik az emberek rajtad azt, hogy nincs benned rossz indulat, nem úgy kérdezgeted őket, hogy na, tényleg ennyien voltak, és akkor közben látják azt a irítséget a szemedbe, hanem gratulálnak. vagy már számolnak Igen, közben, számolnak, igen. hogy mennyi is volt a bevétel akkor, igen. hanem azt, hogy tényleg ennyi, tehát fantasztikus, de Te figyelj, mi a titok? Én mindig a titkot akarom tudni, vagy és mi mit, az ára a dolgoknak. És mit is kapnak pontosan a tagok meg? Ugye hamarosan most már a csatlakozási lehetőség, egy kis kettcsinálót adjunk a, a hölgynézőinknek, hogy miért is érdemes belépni. Én ugye az Absolutely Women Clubban négy pillérben segítem a hölgyeket, ebből az egyik a klasszikus életmód és mozgás vonal, egészség, ami ugye számomra nagyon-nagyon fontos, a második a párkapcsolati dolgok, a harmadik a nőiesség, önbizalom, önfejlesztés, és végül van egy negyedik kategória, ez pedig a Lady Boss életvezetés, női vállalkozói lét, amit külön közkívánatra tettem bele negyedikként egyébként, mert három pillérrel indultunk. Kapnak minden hónapban egy-egy-egy tudásanyagot mind a négy témában, ez lehet videós, lehet írásos, lehet szakértő szakértőkkel, lehet épenséggel tőlem. Minden hónapban kapnak egy live coachingot, ami ugye elérhető folyamatosan, rengeteg kedvezményt kapnak a klubkártyájukkal. Több mint 30 partnerem van most már, ahol igénybe vehetik a klubtagok a, a kedvezményeket, és hát gyakorlatilag ők azok, akik mindent elsőként tudnak, első kézből informálódnak, és nagyon érzik azt, hogy különbséget teszek nagyon erősen az online közösségem és a klubtagjaim között. Uh -huh. Ez szerintem még nagyon lényeges, és ezt visszahallom egyébként tőlük, folyamatosan, akik más kluboknak is a tagjai. Hogy nagyon sokszor úgy van eladva egy klub, hogy ez exkluzív tartalom csak neked, és aztán kiderül, hogy nem is az, mert közben meg esetleg máshol, máskor, más módon már posztolva lett. Én erre kínosan figyelek, hogy amit ők kapnak, az mindig a legjobb legyen, a legelső legyen, ők tudják meg legelőször, és persze tábor, amikor erre van lehetőség, vagy akár egy online, vagy offline rendezvény, és ugye ők írják gyakorlatilag a forgatókönyvét a klubnak, hiszen folyamatos közvéleménykutatással monitorozás a beszélgetésekkel, mire van igény, milyen adott problémájuk van, amire megoldást keresünk, gyártunk megoldásokat, tananyagokat, és még sorolhatnám. Hát szerintem nagyon inspiráló, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy a kedves nézőknek mi volt az a gondolat, ami, ami legjobban megragadt ebből a beszélgetésből eddig, úgyhogy egészen nyugodtan kommenteljétek, és igyekszünk majd válaszolni rá, megkérjük majd Almát is, hogy néha nézzen rá. rá és zárásképpen igazából az, a, ami nagyon érdekel még, hogy most jön a klubnyitás, ugye márciusban, és hogy milyen olyan tervek vannak még idén, ami, ami publikus, amiről beszélhetünk. Tudom, hogy lesz egy két meglepetés, majd azt időben fogjátok tudni és látni, de hogy mi az, amit elmesélhetünk mondjuk az idei évi tervekből? Nem sokat, <laughs> mert igazából két olyan nagyobb volumenű termem is van, ami, ami még nem publikus. Uh -huh. Annyit elárulhatok, hogy kicsit az online világból és az online uh, tréningek világából picit át szeretnék uh -huh. nyargalni egy másik vonalra, ami nagyon szervesen fog kapcsolódni az absolút hez uh, de mindenki számára elérhető lesz annak azok számára is, akik egyébként nem tagok, uh -huh. vagy nem uh, vásárlóim. Uh, szeretnék egy picit elmenni, ennyit elárultok, a fizikai termékek irányá. És mikor, és a jár. Fizika, igen. Hát a nyáron lenne az egyik ilyen, és a másik pedig ősszel lesz, remélhetőleg. Mindegyik egyébként ezt a brandet fogja nyilván erősíteni, és azt a missziót, amit én képviselek, illetve az én eszenciám, gondolataim, és minden, ami én vagyok, ez benne lesz ebbe szervesen. Én ezt még nagyon ragaszkodom, olyat nem tudok nagyon képviselni, amit csak kifizetnek, és akkor mellé kell állni. Szerintem ez az azon azonosság szempontjából is nagyon fontos, úgyhogy nagyon sok meglepetés lesz, és mind a kettő egyébként, amit itt kitaláltak, mert az évre, az, az egy piacirés, tehát egy abszolút hiánypótló termék lesz, és természetesen Magyarországot, illetve a magyar ipart, gazdaságot fogja egy picit támogatni, tehát nem egy külföldről behozott valamiről beszélünk, hanem egy magyar fejlesztésről, és akkor Na. többet nem is mondani. Szuper, hát akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm. Kövessétek a, a csatornáinkat, megtaláltok minden behivatkozott ö, dolgot, amit említettünk, megtaláltuk a leírásban, és ö, még egyszer bátran kommenteljetek, kérdezzetek, igyekszünk válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.